Az első légi csapásokat 1999. március 24-én 19 óra 45-kor mérték szerbiai és montenegrói stratégiai célpontokra. A bombázás során ország szerte 2300 légi csapást hajtottak végre, és csak nem 420 ezer rakétát lőttek ki. Az anyagi kár egyes vélemények szerint 100 milliárd dollárt is eléri, 25 ezer lakóépületet, 470 km közutat, 595 km vasutat bombáztak le. Támadás ért 14 repülőteret, 19 kórházat, 20 egészségházat, 18 óvodát és 69 iskolát. 1999. április 23-án a szerbiai RTV székházának bombázásakor a médiaház 16 dolgozója életét vesztette. Alexander Vucic szerb államfő a szerb néphez intézet üzenetében azt írja, hogy Szerbia soha nem felejti el az ellene elkövetett bűnt. Mindezek után sok nehéz év után sikerült gazdaságilag talpra állnunk, megújítanunk és felemelnünk a népünk szabadság szerető szellemét, mint ahogy a főnix madár felszáll a hamuból. Visszavittük Koszovó kérdését a nemzetközi köztudatba. Harcolni fogunk a népünkért, az embereinkért, de Szerbiáért is Koszovón. Az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság bombázását azzal az ürügyjel hajtották végre, hogy a JSK miatt hiúsultak meg a Koszovó státuszáról szóló tárgyalások. A támadás nem hagyta jóvá az ENSZ biztonsági tanácsa. Javier Solana NATO főtitkár utasította a szövetséges erők akkori főparancsnokát, az amerikai tábornokot, Wesley Clarkot, hogy kezdje meg a légi csapásokat. Alexander Vulin, szerb védelmi miniszter szerint ez egy megbocsáthatatlan bűn volt. Niko nema pravo da ubije dete, baš kao što niko nema pravo da ubije ni vojnika, ni policajica u slobodnoj suverenoj zemlji. Nećemo prestati da pamtimo, nećemo prestati da podsjećamo, nećemo prestati da pitamo zašto je napadnuta Savjezna republika Jugoslavija, zašto bez odluke Savjeta bezbednosti, zašto bez bilo kakvog uporišta u međunarodnom pravu. Pre 21 godinu pokušali su da ubiju Srbiju, a uspeli su da ubiju međunarodno pravo. Hosszas diplomáciai nyomásgyakorlás és egyeztetés után 1999. június 9-én megkötötték a kumanovói szerződést, aminek értelmében a jugoszláv csapatok kivonultak Koszovó területéről. A légi csapások megszüntetésére június 10-én adták ki a parancsot a NATO vezetői.